Ez a 4 tagú család ma reggel biciklivel indult el, hogy iskolába, óvodába vigyék a gyerekeket. A szekszárdi Tarcsai utcai Halárus parkolójában Zaják Rita polgármesteri tanácsnok reggeliző csomaggal várta az arra bicikliző embereket, megköszönve azt, hogy a kerékpárt választották közlekedési eszközként a mai napon. Többen voltak, akik nem csak az autómentes nap miatt ültek kerékpárra. Nagyon szépen köszönjük, és minden nap biciklivel járok. Országszerte minden évben, szeptember 22-én megtartják az autómentes napot. Az országos akció célja az, hogy felhívják a figyelmet a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti problémákra. A hosszú távú célkitűzések között szerepel az is, hogy rávegyék a rendszerint autóval munkába, iskolába, kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az utazáshoz fenntartható alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe. Köszönöm szépen, hát ez meglepő volt. Köszönöm szépen. A Béri Balog Ádám utca és a kórházi parkoló sarkán is várta egy stand az arra tekerőket. Szőke Gergő, a szekszárdi sportközpont ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy számára is meglepő volt, hogy mennyien közlekednek kerékpárral a városban. Majdnem, hogy kevés csomaggal készültünk, mert nagyon nagy keletje van a bringás reggeli akciónknak. Nagyon örülök, hogy a városunkban ilyen sok bringás jár iskolába, illetve munkába. Én úgy látom, hogy lehetne ezt szaporítani is ezt az alkalmat. Az önkormányzat, illetve a sportközpont munkatársai 4 helyszínen voltak jelen a városban. A csomag szendvicset, csokit, almát és gyümölcslét tartalmazott közel 1200 forint értékben. Ez egy országos projekt, Szekszárd most vesz részt ezen először. Vasárnap már volt egy bringás Szekszárd programunk, ahol 70 gyereket, illetve felnőttet meg tudtunk mozgatni. Úgyhogy összesen, ha jól számolom, akkor már közel 200 ember bringára pattant a program alkalmával. Szőke Gergő azt is hozzátette, hogy mindannyian tehetünk környezetünk megóvásáért azzal, hogy csökkentjük a környezeti ártalmakat. Nem csak a mai napon, hanem minden nap.